Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu. Nem kell megvárnod, amíg megoldódik minden problémád, vagy javulnak a körülményeid. Már most dönthetsz úgy, hogy hálát adsz Istennek és dicsőíted őt. Ismerd meg a Hála, ami mindent megváltoztat című új kiadványunkat. Rendeld meg a saját ingyenes példányodat a leírásban található linken. Most pedig következzen a mai nap üzenete. Uralkodj rajta, vagy uralkodni fog rajtad. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék! Mózes első könyve, első fejezet, 26. vers. A teremtéskor Isten valami érdekeset mondott rólunk emberekről. Uralkodjék! Másként fogalmazva, teljes jogkörrel felruházott az életünk irányítására. Az ő megbízottjaként tevékenykedsz a földön, a feladatod gondoskodni arról, hogy az ő akarata teljesüljön. De vigyázz! A sátán megpróbál rávenni, hogy engedd át neki az uralmat, vagy megtéveszteni, hogy azt hidd, nincs hatalmad és ő irányít mindent. Vagy arra bíztad, hogy az életedet a saját torz ítélő képességed és kifordult nézeteid alapján irányítsd. Csak akkor tudod megérteni és megvalósítani Istennek életedre vonatkozó tervét, ha bölcsen irányítod az életedet és Isten igéjének alapelvei szerint élsz. Isten uralkodik minden felett, de hatalmat adott nekünk a mi hatáskörünk területén. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Zsoltárok könyve 115. fejezet 16. vers. Isten felhatalmaz arra, hogy szabadon választva helyes döntéseket hozhass, és a te cselekedeteidhez szabja reakcióit. Néha csak üldögélünk arra várva, hogy Isten cselekedjen, pedig ő arra vár, hogy mi lépjünk. Tony Evans lelkipásztor azt írja, hogy Isten fenntartott magának egy szuverén területet, egy olyan szférát, amelyben nem engedi, hogy mi emberek behatoljunk. Ugyanakkor megnyitott egy területet, ahol mi dönthetünk lépéseinkről, ő pedig a mi tetteinkre reagálva cselekszik. Például, ha bőséges aratást szeretnél, bőkezűen kell vetned. Ha bocsánatot szeretnél, meg kell bocsátanod másoknak. Ha Isten áldásaiban akarsz járni, akkor engedelmeskedned kell. Arra vagy elhívva, hogy uralkodj az életben, Jézus Krisztus által. A mai ige című ingyenes kiadvány napi üzenetei a YouTube felületén július 1-től kezdődően heti 3 alkalommal lesznek elérhetőek. A maiige.hu internetes oldalon a hét minden napján továbbra is folyamatosan elérheted az elmélkedéseket audio és szöveges változatban egyaránt. A videó alatti leírásban egy kattintással eljuthatsz a mai elmélkedéshez. Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu